teremtése érdekében címmel. Szász Favilászló képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterhelyettes asszony! Gigantikus napelemparkot adtak át Észak-Magyarországon, illetve egészen elképesztő méretű naperőművet adtak át Mezőcsáton, ilyen és ehhez hasonló címekkel adott hírt az online sajtó, illetve a média 2023. június 6-án arról a valóban gigaméretű mezőcsáti energiaberuházásról, amelynek összértéke a 90 milliárd forintot is meghaladja. A grandiózus beruházásnak köszönhetően Magyarország legnagyobb egybefüggő napelemparkja készült el, amely az összes hazai naperőmű által előállított villamos energia 8%-át adja, és amelynek üzembe állításával évente akár 130 ezer tonnával is csökkenhet hazánk széndioxid kibocsátása. Tisztelt miniszterhelyettes asszony! Mind az ellátás biztonság szempontjából, mind az energiaárak elérhető szinten tartása és a rezsicsökkentés védelme érdekében kulcskérdés, miként tudja Magyarország jobban hasznosítani meglévő energiaforrásait, létesítményeit, és újak bekapcsolásával, fejlesztésével elsősorban a magyarországi termelésre támaszkodni. Miután Magyarország jelenleg a felhasznált energia 76%-át importálja, üdvözlendő a kormány azon törekvés, hogy a jövőben a lehető legnagyobb részben belföldön elérhető forrásokból fedezze az energiaigényeket. Miniszter úr részéről többször is elhangzott, hogy az említett célok elérése érdekében a hazai energiamixben csökkenteni kell a földgázigényt, míg a villamos energia azon belül is az alternatív energiaforrások arányát növelni kell. Új termelő és tároló kapacitások kiépítésére, illetve a már meglévők bővítésére van szükség, és meg kell valósítani azokat az infrastruktúra fejlesztéseket, amelyek a növekvő villamosenergia igényt is kiszolgálhatják. Energiafüggetlenségünk meghatározó eleme továbbá a paksi atomerőmű, ezért folytatni kell Paks 2 megvalósítását is. Tisztelt miniszterhelyettes asszony! A jelenlegi energiaellátási nehézségek közepette különösen fontosnak tartom, hogy Magyarország kormánya mindent megtegyen annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben mérsékelje a szankciós energiaválság káros hatásait, és energetikai ellátásunk biztonságának megerősítése érdekében megteremtse hazánk energiaszuverenitását. Kérdezem ezért tisztelt miniszterhelyettes asszonyt, milyen intézkedéseket tesz a kormány Magyarország energiafüggetlenségének megteremtése érdekében? Várom miniszterhelyettes asszony megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, az interpellációra Koncz Zsófia miniszterhelyettes asszony válaszol, önnél a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Ahogy ön is utalt rá, az ukrajnai háború miatt kialakult energiaválság alapvetően új korszakot indított el a kormánynak. Legfontosabb feladata az, hogy biztosítsa Magyarország energiafüggetlenségét, garantálja az ellátás biztonságát, megvédje a rezsicsökkentés eredményeit, és megfizethető szinten tartsa az energiaárakat, és választ adjon a növekvő energiaigényekre is. Gyakorlatilag a célkitűzésén között az szerepel, hogy növelni kell a villamosenergia részarányát az energiamixben, azon belül is az alternatív forrásokból származó villamosenergia arányát, új termelő és tároló kapacitásokat kell kiépíteni, és az infrastruktúrát is további fejlesztésekkel kell támogatni. Ahogy képviselő úr utalt rá, Magyarországnak szüksége van az atomenergiára, éppen ezért Paks 1 üzemidő hosszabbítása egy nagyon fontos üzenet, és hát Paks 2 megvalósítása is rendkívül fontos. Magyarországnak ugyanis természetes erőforrásaiból, földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan a nukleáris energia az, amely a leginkább tudja biztosítani a nemzetközi piacoktól való függetlenséget. Emellett a napenergia ugye már szóba került, azt gondolom, hogy itt az elmúlt időszakban nagyon sok eredményt tudunk felmutatni. A közelmúltban megjelent elemzés szerint Magyarországon
a világon a hatodik, Európán belül pedig a harmadik legnagyobb a napenergia részaránya a villamosenergia mixben. Tavaly 1100 megawatt új naperőművi és naperemes kapacitás épült ki, több, mint korábban bármikor. Ezek nagy eredmények, és ön utalt egy konkrét beruházásra a Mezőcsáton. El kell mondani, hogy itt gyakorlatilag új kapcsolóállomást is létesítettek a napelempark mellett, és a beruházás regionális és országos jelentőségű is, hiszen az ottani napelempark évente 372 gigawattóra áramot képes termelni. Ez a 200 ezer lakosú Debrecen fél évnyi, vagy a mintegy 5700 lakosú Mezőcsák 21 évnyi energiafogyasztását képes fedezni, vagyis ennek a beruházásnak a jelentősége óriási. Emellett a minisztérium azon is dolgozik, hogy hálózatfejlesztések, illetve további tárolói kapacitás kialakítása is megvalósuljon. Ugye azért itt fontos a diverzifikációról is beszélni, amikor az energiafüggetlenség, energiaellátás kérdése felmerül. Itt azért el kell mondani, hogy amikor ezeket a interkonnektorokat kiépítettük, akkor azért voltak a bal oldalon ezt ellenző hangok. De hát most azt látjuk, hogy a külgazdasági és külügyminiszter úr nemrég például Oszlóban tárgyalva a norvég földgázforrásokhoz történő hozzájutásról tárgyalt. Norvégia a világ három legnagyobb földgáz exportáló országának egyike. Az onnan érkező energia például a magyar-szlovák interkonnektor segítségeivel érkezhet hazánkba. Milyen fontosak azok az infrastruktúrális fejlesztések, amiben egyáltalán megteremtettük a diverzifikációnak a lehetőségét. Emellett, amit fontos kiemelni, idén megkezdődik a földgázszállítás Azerbajdzsánból Magyarországra. 2023-ban már 100 millió köbméter azeri földgáz érkezik hazánkba, ami az első lépés egy jelentősebb, hosszú távú szerződés irányába. Emellett miniszterelnök úr a múlt héten Türkmenisztánba vezetett delegációt, amely Oroszország, Irán és Katar után a világ negyedik legnagyobb földgáz készletével rendelkezik. Az Európai Unió és Magyarország érdeke is, hogy Türkmenisztán megjelenjen az európai energiapiacon, ehhez viszont 300 kilométeres vezeték megépítése is szükséges. Nyilván ezek az infrastruktúrális beruházások mind-mind fontosak ahhoz, hogy tovább tudjuk erősíteni Magyarország energiaellátását, energiafüggetlenségét és a diverzifikációt. Köszönjük szépen képviselő úrnak ebben a támogatását, és az egész KDNP frakciónak köszönjük szépen. Megköszönöm miniszterelnök asszony válaszát, meg megkérdezem, képviselőt elfogadja a miniszterhelyettes köszönöm választ. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen miniszterhelyettes asszonynak a megtisztelő választ, természetesen azt elfogadom, és természetesen rendkívül fontosnak tartom az energiafüggetlenség megteremtését, de azt gondolom, hogy nyilvánvalóan vannak bizonyos korlátai és határai ennek időben, térben, infrastruktúrában és finanszírozás szempontjából is, tehát ez egy nagyon fontos folyamat, amelyet vinnünk kell tovább, de mindezeket figyelembe véve is, ezzel a fontos folyamattal párhuzamosan a legfontosabb az, hogy az energiabiztonságunk meglegyen, és azt gondolom, hogy a kormány ezért rengeteget tett az elmúlt esztendők során, hogy ezt az energiabiztonságnak az ellátási biztonságot meg tudjuk őrizni és fent tudjuk tartani, mind a lakosság, mind az intézmények számára, mind a gazdaság szereplői számára, és természetesen ezen túlmenően pedig kulcskérdés, hogy a rezsicsökkentést fent tudjuk tartani, amelynek a segítségével a magyar családok Európában a legolcsóbban kaphatják meg az energiát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt ország!